Üdvözlök mindenkit, én Pap Dávid vagyok, és a Vodafone-nál vezetem a nagyvállalati értékesítés és marketing igazgatóságot. És hogy látszódjanak is a szlájdok. Ez szerintem sokat segít. A mai előadásomban szeretnék az 5G-ről beszélni, illetve valós use amiket logisztikai és ipari környezetben valósítottunk meg. Az elmúlt időszak rendkívüli kihívások elé állította a, nem csak a lakossági szereplőket, hanem az ipari, logisztikai és egyéb, egyéb szektorok szereplőit is. Egy pillanatban a másikra megváltoztak a felhasználói szokások, és csak azok tudtak alkalmazkodni, akik kellően rugalmasak voltak és jövőtállóan építették fel a, a működésüket erre az egész modellre. Mi hiszük azt a Vodafonnál, hogy a, a jövőben ezen az 5G alapú hálózatok igenis tudnak segíteni a, a gyártásunk és logisztikánk digitalizációjában. Először természetesen pár szó, hogy, hogy mit is tettünk, a, 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 mit is tettünk le a, a hitünk mellé az 5G terén. Mi voltunk az elsők Magyarországon, akik elindították a publikus 5G hálózatokat, először Budapest belvárosában, majd pedig számos vidéki nagyvárosra is kiterjesztettük ezt. Ez természetesen lakossági felhasználók számára volt elérhető, és tervezzük a teljes ország területén elérhetővé tenni az ügyfeleink számára. De ugye mit is ígér az 5G? Minden mobil technológia ígér valamit. A 2G megcélozta azt, hogy ad nekünk egy egységes hangalapú hálózatot. De a 3G kitűzte célul az adathálózatokat, azt mindannyian tudjuk, hogy ezt nem igazán sikerült megvalósítania, viszont a 4G már ténylegesen elhozott egy valódi mobil széles sávú élményt. Az 5G pedig azt ígéri, hogy egy hálózatba kapcsolt társadalmat ad nekünk, amiben a lakossági felhasználási esetek ugyanúgy beletartoznak, mint az ipari felhasználási esetek. Teszi mindezt úgy, hogy a vezetékes hálózatokkal összemérhető sávszélességet garantál le- és feltöltési irányban is, rendkívül alacsony késleltetést, ami ugye a misszió kritikus alkalmazásainkat támogatja, rendkívül nagy szenzorsűrűséget, felhasználói sűrűséget, egy cella alatt akár egymillió eszköz is megjelenhet, illetve sokkal közelebb hozza egymáshoz a, nem csak az IT-t és a network hanem hanem magát a, a, a tényleges bizniszt is a, a, a network-höz, mindenféle hálózati API-okon keresztül. De az 5G megjelenésével megjelentek a magánhálózatok is, amit egy nem annyira szofisztikált, de azért kellően színes ábrán próbálok megmutatni. Így gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy az ügyfél telephelyére dedikálunk egy teljesen önálló magánhálózatot. Innentől kezdve az ügyfélnél van, mint hogy egy új mobil szolgáltató jönne létre, azt kell elképzelni. Az ügyfélnél található az ő telephelyén belül a központi hálózat, az átvitel-technikai hálózat, a rádiós hálózat, illetve egy garantált, dedikált spektrumot is kap az ügyfél. Tehát ez tényleg teljesen független a, a publikus hálózattól. És mi is ez, ezeknek a, az előbb elmondottaknak az előnye? Egyrészt a magánhálózatoknak borzasztóan nagy előnye, amit egy ügyfelemtől egy ügyfelem fogalmazott meg, és, és tőle idéznék. Elég erős példa, de szerintem rendesen leírja ezt az esetet. Azt mondta nekem, hogy Dávid, ha az én telephelyemet körbe robbantják, ennek akkor is működnie kell. Onnantól kezdve, hogy ez ugye nincs összekapcsolva a publikus hálózattal, természetesen menedzsment, illetve felügyeleti dolgok miatt össze van kapcsolva, de az a működését nem befolyásolja az egésznek, onnantól kezdve ez biztosított. Bármi történik a kerítésen kívül, ez a hálózat akkor is élni fog. Egy olyan biztonságos frekvenciát használ, amit az NMHH, illetve minden országban az adott felügyeleti szervek garantálnak, hogy zavartatásmentes. Ugye ez is mobil frekvenciákat használ, nem pedig a szabad ESM sávokat, mint például a, a, a wifi hálózatok. Onnantól kezdve, hogy vezeték nélküli, és kellő garanciát tud adni a folyamatainkhoz, onnantól kezdve rendkívül rugalmassá teszi a működésünket, hiszen minden vezeték nélküli, nem vagyunk helyhez kötve innentől kezdve egyik esetünkkel sem. Illetve mivel ez teljesen az ügyfélhez van dedikálva, és a telephelyen belül marad minden, ugye az előbb elmondott példa alapján bármi történt a telephelyen kívül, ezért egyrészt a késleltetés nagyon lecsökken, nem kell megjárni egy vidéki telephely esetében Budapestet, vagy egy még távolabb adatközpontot és vissza, valamint az adatbiztonság is jelentősen fokozódik. Ugye ezek igazából ilyen technikai tulajdonságok, amiket eddig mondtam, de mire is lehet ezt használni a gyakorlatban. következő szlájd az nem egy elméleti szlájd, ez valóban megvalósításra került Németországban. Egy elektromos autókat gyártó gyárat digitalizálta a Vodafone csoport. 5G alapú privát hálózatot vezettek be, és gyakorlatilag minden a gyáron belül ezen a hálózaton működik. Először is olyan intelligens kamerarendszereket telepítettek, aminek a képét azonnal valós időben feldolgozva azonnali üzleti döntéseket tudnak hozni. Nem csak behatolásvédelemre kell gondolni, hanem, hanem akár arra is, hogy egy területen, hogyha nem jelenhet meg munkás, hiszen az élet veszélyes, mert például egy daru alatt van, akkor azonnali riasztást tud küldeni, vagy, vagy egyéb figyelmeztetést. Az újonnan felvett kollégáknak a betanulása sokkal gyorsabbá vált. Ugye mi az érdeke minden cégnek? Elkezd nálam egy kolléga, minél hamarabb tudjon értéket generálni, hiszen az azt megelőző időszak az csak üres járat. Onnantól kezdve, hogy ezen a hálózaton megbízhatóan tudták továbbítani a nagy felbontású videóképeket, kiterjesztett valóság szemüvegek segítségével valós időben tudták instruálni, és tudják a mai napig instruálni az új kollégákat. Tehát végzem a munkámat, és látom a kis szemüvegemen, hogy, hogy éppen mi a következő lépés, és mire hogyan kell figyelni. A teljes gyártást és minden eszközt bekötöttek a hálózatba, mindennek van egy digitális sikertestvére, innentől kezdve pedig a prediktív maintenance is lehetővé vált, ami alatt ugye azt kell elképzelni, hogy meg tudom jósolni egy megfelelően betanított gépi tanulás segítségével, hogy mikor fog elromlani egy adott eszközöm, mikor kell hozzá és rendelnem. Én annak idején, amikor még a műszaki területen dolgoztam, akkor a pénzügyes kollégáimtól sokszor kaptam a kihívást jelentő kérdéseket, hogy miért tartok ilyen magas raktárkészletet az eszközeimre. Ugye kénytelen voltam, mert akkor még nem állt rendelkezésre ilyen technológia. Biztosítanom kellett, hogyha egy ügyfélnél valami történik, akkor pár órán belül azt megjavítom vagy hogyha egy központi elem, amiben csak egy riasztás történik, akkor, akkor egy-két hét alatt az, 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 az megjavul. Ezzel a prediktív maintenance-et csökkentettem a raktárkészletemet is, illetve természetesen nem az történik, hogy leállt valami és észreveszem, hanem tudom, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor nem fog leállni. Ugye mennyivel másabb a kettő, lehet minimalizálni a kieséseket, és az üzletfolytonosságot biztosítani. Az önvezető targoncák, önvezető autókon kívül automegosztási szolgáltatást is vezettek be, a gépjárművek szintén az 5G hálózaton működnek, és a valós idejű pozícióját lehet látni ezeknek a járműveknek, illetve a különböző tulajdonságait le lehet kérni. Van-e benne üzemanyag, nincs benne üzemanyag, fel van-e töltve az aksia, nincs feltöltve az aksia. A bizonyos expert kollégáknak mostantól bármelyik gyárban távolról lehetőségük nyúlik, nyílik arra, hogy betanítsák az új kollégákat, illetve segítsenek nekik bonyolult a folyamatok elvégzésében. Szintén ugye az 5G segítségével láthatják a folyamatos munkavégzés lépéseit. Robotizált, jár, robotizált, eszközök, gyártó eszközöknek a távvezérlését valósították meg, illetve mivel még egyszer mindennek van egy digitális ikertesvére, minden be van kötve, innentől kezdve az erőforrás és termelésmenedzsment is napról napra javul, hiszen azonnal mindent fel tudnak dolgozni és tudnak optimalizálni következő eset szintén egy esettanulmány, tanulmány, ez Görögországban valósította meg a Vodafone csoport. Itt az ügyfél a kikötő üzemeltetője azt űzte ki célul, hogy a teljes működésüket átalakítják mégpedig ezt úgy, hogy a napi 6000 mozgatott konténer helyett 10000 10 konténer szeretnének mozgatni. Ez 66 os növekmény, ez egy, ez egy óriási száma ezen a területen. Továbbá szeretnénk minimalizálni az esélyét a leállásoknak, a kimaradásoknak, e, valamint meg akarnak teremteni egy olyan alapot, amire azonnal tudnak mindenféle mesterséges intelligenciát és egyéb eszközt ültetni, hogy folyamatosan, folyamatosan tudják optimalizálni a működésüket. És erre hozta megoldásul a Vodafone csoport, a privát hálózatokat, az ot t publikus lefedettséggel, privát lefedettséggel, zárt APN-nel rendkívül magas megbízhatóság mellett. Tehát az látszik, hogy 4-9-es megbízhatóságot garantáltak erre. És mit is valósított meg az ügyfél ezen? Itt is megjelentek az okos kamerarendszerek, ami egyrészt a telephely védelmét szolgálta, másrészt pedig ugye felhasználták az előbb említett geofencing megoldásra, amikor kijelöltek területeket arra, hogy itt nem jelenhet meg ember, mert ez életveszélyes. Az önvezető járművek mellett azokat a darukat, amik a kikötőből, a vízről a kamionra, illetve az egyéb eszközökre pakolják a konténereket, azokat is ezen a hálózaton távvezérlik. A különböző konténerek olyan szenzorokkal vannak felruházva, amivel figyelik azok környezeti tulajdonságait. Tehát, hogyha egy konténerben ugye olyan anyag van, ami nem tudom, bizonyos hőmérséklet alatt kell tartani, akkor ugye nagyon fontos, hogy azt valós időben lássuk, mert nagyon rövid idő alatt elromolhat a, megromolhat a, a, az áru. Illetve itt is, mivel minden, mindennek volt egy digitális pálya, mindent mértek, innentől kezdve folyamatossá tették azt, amit az, előbb, az előbbi szlájdon látszódott is, és az ügyfél szeretett volna, hogy folyamatosan tudják optimalizálni a, a működésüket. Következő Diámon pedig egy három olyan videót mutatok be, amit Magyarországon valósítottunk meg ötödik generációs privát hálózatok segítségével az iparban és a logisztikában. Az első videó Pátyon a Bívádi központjában készült, itt a Huawei európai logisztikai központját üzemeltetik. Ők az első eset, amit megvalósítottak, azok az önvezető targoncák voltak. Ezeket már Wi-Fi-n is kezdték tesztelni, de Wi-Fi-n rossz volt a kapcsolat minősége, folyamatosan megszakadt, manuális intervenciót igényelt. Onnantól, hogy áttértek 5 látszik az ábrán is, hogy 99,99 százalékos ,99 megbízhatóságra tettek szert az önvezető targoncák terén. Kétszer olyan sebességgel tud működni, mint a Wi-Fi, illetve az elmúlt 10 hónap visszamérései alapján valós adatokról beszélek, 20%-os hatékonyságnövelés sikerült elérni az anyamozgatás területén. A következő eset szintén ebben a központban történt. Ugye ők rájöttek arra, hogy mi közele, sokkal közelebb kerül a megtérülés, minél több esetre kezdem el ugyanazt a hálózatot használni. Megvalósított a gépi látás segítségével olyan minőségbiztosítási folyamatot, ami azonnal ellenőrzi az összerakott árut, tényleg az került a beszerelésre, ami a megrendelő lapon rajta volt, illetve megfelelő minőségben történt ez, illetve folyamatosan rögzítik a kollégák munkavégzését a, valós, a valóság szemüvegeken keresztül, és az azonnal dokumentálásra kerül, és távsegítséget is kaphatnak az expert kollégáktól. A harmadik videó pedig Komáromban készült, a Foxconn gyárában. Itt a Foxconnál olyan innovatív mérnöki csapat gyűlt össze, akik saját maguk elkezdtek már akkor ilyen iparnégyes eseteket fejleszteni, amikor még az 5G-ről talán szó se volt, vagy csak a nagyon elvetemültek tudtak mindenféle fórumokon hallani arról, hogy majd egyszer lesz valami. Ők először egy olyan kiterjesztett valóságos világot hoztak létre, amivel uh, láthatják. A, 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 például az ábrán most az látszik, hogy látják a, a gyárnak az alaprajzát, illetve az egyes kamerák helyét, és meg tudják nézni a kameráknak a képeit. De egyébként a kollégák betanítását és, és az összekapcsolt munkaerő uh, use-készt is ezen valósították meg, illetve. Uh, Onnantól, hogy az 5 g bevezették ezeknek a júzkészeknek a, a felskálázását, a még megbízhatóbb betételét, illetve a nagyobb kapacitását tűzték ki célul, és megvaló, az utóbbi időben meg is valósították például a, a legyártott PC-knek a vezeték nélküli tesztelését. Ugye ilyenkor, hogyha megfelelően akarom a, a területet allokálni a gyáramon belül, akkor nem mindegy, hogy egy. PC-t, egy szervet, vagy egy még nagyobb berendezést teszek oda, mert most nagyon egyszerűen mondva több pénzem van, hogyha drágább eszközt tesztelek le hamarabb és kerül le a piacra, viszont az egyéb eszközök sem sérülhetnek, ezért gyakorlatilag akárhol, ahol van egy konnektor, azonnal le tudnak tesztelni egy, egy kocsinyi PC-t. Az elmúlt hetekben pedig hangos volt a média egy elég nagy sikertől. Biztos mindenki tudja, hogy Ukrajna felé a vasúti sinek nyomtávolsága a szélesedik, emiatt nem tudnak keresztül haladni a vonatok Oroszország és Kína felé, így a logisztikai útvonalak azok, azok meglassulnak. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb tudjuk ezeket a konténereket egyik vonatról a másikra átpakolni. Fényes létként, ez Kisvárda és Záhony között van ez a település, ott épül, ha jól tudom, Európa jelenleg zajló legnagyobb beruházása, egy intermodális logisztikai park. Ahol többek között 5 alapú privát hálózaton fogják távolról vezérelni ezeket az óriási darukat, amik a konténereket rakodják át. És ugye ennek az a nagy előnye, hogyha én meglepődtem, amikor ezt meghallottam, hogy amikor egy daruvezetőnek valami egészségügyi szünet miatt például le kell jönnie a daruból, az legalább egy fél órás folyamat, olyan protokollon kell végigmenni. Onnantól kezdve, hogy ez távvezérelt, onnantól kezdve ez ugye. Sokkal gyorsabban megtörténhet, és nem esik ez a, az a, az a fél óra sem. De egyébként érdemes erről az esetről olvasni még az interneten, rendkívül, rendkívül innovációt terveznek és vezetnek be a, a logisztika területén, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe. És végezetül azt szeretném elmondani, hogy szerintem az mindenki számára érthetővé vált, hogy én elkötelezett híve vagyok az 5G-nek, tényleg nagyon, nagyon hiszek ebben a technológiában, de a technológia mindaddig csak technológia marad, amíg nincs egy olyan digitális vezető, aki ténylegesen belátja azt, hogy ezzel tényleges értéket tud generálni a működése során, és ami nem is tudja, hogy ma mire tudja használni, de jövőre, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva el akar jutni egy szintre, akkor el kell kezdeni ezt az evolúciós folyamatot, el kell kezdeni tanulni, és, és folyamatosan innoválni a, a, a már a meglévő eszközeink mellett. Ennyit szerettem volna elmondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és árok bárki rendelkezésére itt leszek még délután. Köszönöm. Köszönjük szépen!